Gyűjtés. Adományokat vár a Magyar Vöröskereszt, melyekből a júniusi viharkárosultjain segítenének. Kiszabadult az olasz liszkai lincselés elsőrendű vádlottja. Hádezső azért szabadulhatott hamarabb, mert példásan viselkedett és a börtönévek alatt 53 jutalmat kapott. Egyre többen jelentik be az alkalmi munkásokat. Júniusban mintegy 269 ezer munkavállalót tartott számon a NAV, ami jelentős emelkedés a korábbi évekhez képest. Gyűjtést indított a Magyar Vöröskereszt a június végi szabolcsi viharkárosultjai számára. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A beérkezett adományokból azon rászoruló családoknak és idős embereknek szeretnének segítséget nyújtani, akiknek nem volt biztosításuk, és önerőből nem tudják megoldani ingatlanjaik renoválását. Hatalmas vihar csapott le a megyére június 27-én. A pusztítás során több mint 2400 lakóház és közintézmény tetőszerkezete sérült meg. Becslések szerint a károsultak száma eléri a 7200 főt, akik közül 31 családnak kellett elhagynia életveszélyessé vált otthonát. Az ő megsegítésükre indított adománygyűjtést a Magyar Vöröskereszt Szabolcs megyei szervezetén keresztül, amelyhez még mindig lehet csatlakozni. A Vöröskereszt elsősorban a lakossági károk enyhítésében próbál segíteni, illetve abban működünk közre, hogy a mindennapi élethez minél hamarabb vissza tudjanak térni a károsultak. Ennek lebonyolításához megyei szinten létrehoztunk egy adományozói vonalat, amit a szervezet számlájára viharkár feltüntetésével lehet bárkinek adományt befizetni. A beérkezett pénzösszeget a károsultak segélyezésére fogjuk fordítani. A pénzadományokat a vöröskereszt.hu oldalon erre a célra létrehozott adományozói felületen, valamint az alábbi számlaszámon várják. Fontos, hogy a közlemény rovatban a segítők tüntessék fel, hogy viharkár. A karitatív szervezet közben a Nemzetközi Katasztrófa Válaszadási Alap lehívására is benyújtotta igényét. Ez egy 25 milliós svájci frankból álló keret, amit azért tart fönt a Nemzetközi Vöröskereszt, hogyha ilyen természeti katasztrófa következik be bárhol, akkor rögtön is azonnali segítségnyújtást tudjon biztosítani a károsultak részére. A cél, hogy a lehető legtöbb háztartásnak nyújtassanak támogatást tetőfedő anyagok és élelmiszercsomagok formájában. A beérkezett adományokból azon rászoruló családoknak és idős embereknek szeretnének segítséget nyújtani, akiknek nem volt biztosításuk és önerőből nem tudják megoldani ingatlanjaik renoválását. Hitdiplomás, szociálpolitikus, tanár és aktív családsegítő a Szövetségben Nyíregyházáért jelöltje a 4-es számú egyéni választókerületben. Schmidt Ferenc 50 éve él Nyíregyházán. A 8 szervezet jelöltjeként a nyugati bokortanyákat képviseli a Mező és az Egyház utca határával. A képviselőjelölt számára a legfontosabb a környezetvédelem és az, hogy a városlakók hasznosan tudják eltölteni szabadidejüket a megyeszékhelyen. Mindenféleképpen a jelenlegi és a jövőbeni fejlesztéseknél is arra koncentrálni, hogy a zöld fölött a fákat, hogyha lehet, azt ne vágjuk ki, mert nagyon fontos, maradjanak meg, és valahogy olyan irányba induljanak ezek a munkálatok, hogy őket megóvják. Vele párhuzamosan, ezzel együtt párhuzamosan, ugye minél nagyobb mértékű fásítási program elindítása Nyíregyházán. Hétfő hajnalban szabadult az olasz liszkai lincselés elsőrendű vádlottja, Hádezső. A szegedi törvényszék 3 bíróból álló tanácsa júniusban helyben hagyta a büntetés végrehajtási bíró határozatát, így a 17 év szabadságvesztése ítélt férfi július 15-én elhagyta a börtönt. A 13 évvel ezelőtt történt olasz liszkai ügy az egész országot megrázta. Hádezső azért szabadulhatott hamarabb, mert példásan viselkedett. A börtönévek alatt 53 jutalmat kapott. 2006. október 15-én Szöggi Lajos két gyermekével együtt utazott autójában olasz liszkán. A sofőr a szabályokat betartva közlekedett, autója előtt szabálytalan módon szaladt át egy kislány. A gyerek a vízelvezető árokba esett, de a bírósági dokumentumok szerint a jármű nem ütötte el a gyereket, a visszapillantó tükörbe sem akadt bele, és az autón sodródási nyomok sem maradtak vissza.
A kislány rokonai, illetve néhányan, akik látták a balesetet, odarohantak a kocsihoz és kirángatták Szögi Lajost az autóból. A férfit közvetlen közelről, fején, illetve felső testén ököllel ütötték, verték, rugdosták, amíg bele nem halt a verésbe. A bírósági tényállásból kiderült, csak a férfi koponyáján mintegy 40 sérülést különítettek el. A debreceni ítélőtábla 2009-ben három esetben jelentősen súlyosbította az első fokon kiszabott ítéleteket, enyhítésre egy esetben sem került sor a 8 vádlott esetében. A másodrendű, hatodrendű és hetedrendű vádlott életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott. Az elítéltek között szerepelt például az árokba esett kislány anyja is, aki állítólag távolról buzdította a rokonokat, hogy üssék Szögi Lajost. A hét férfi ütlegelni kezdte a sértettet, amikor a földre került, valamennyien rugdosták a fején és a testén egyaránt. A legtöbb ütést és rugást a kislány felnőtt korú bátyja adta le, a másik rokon férfi a földön fekvő embert nekifutásból fejbe rúgta. Július 15-én hétfőn H. Kitti idősebb bátyja, H. Dezső szabadult a börtönből. Ő is súlyosabb büntetést kapott másodfokon, 17 év fegyházra ítélték, most azonban mégis kiengedték 13 év után. A szegedi törvényszék három bíróból álló tanácsa júniusban helyben hagyta a büntetés végrehajtási bíró határozatát, ezért hagyta el a börtönt hétfő hajnalban. A feltétele szabadlábra helyezést az indokolta, hogy példásan viselkedett. A most 32 éves férfi a börtönben 53 jutalmat kapott, nem fenyítették, önismereti és konfliktuskezelő tréningen is volt, idén júniusban pedig le is érettségizett. Nemrégiben 35 perc című műsorunkban is foglalkoztunk a témával, akkor abból az apropóból, hogy H. Dezsőnek 5 millió forintos kártérítést ítélt meg a bíróság, rossz börtönkörülmények miatt, miközben a sértett családnak közel 60 millió forinttal tartoznak az elítéltek. Adásunkban a Szögi család ügyvédje nyilatkozott. Hozzájutott H. Dezső a rossz börtönkörülmények miatti összeghez, mert elévült a követelés, mert ezért azért nem lehet behajtani. Engedelmet kérek, úgy tetszik tudni. Úgy azért az jut eszembe, Aranyos, hogy ennek a gyilkosnak, ha valamit nevelt volna, valami sziklányit is a börtön rajta, úgy tűnik, hogy olyan sokat nem ilyen nevelt rajta. Nem azt kellene mondani, hogy ezt a pénzt tessenek el utána sértett családjának? Hiszen azt vettem el tőle a három gyerektől, amit senki sem fog pótolni, az apját. H. Dezső a börtönből kisétálva nem válaszolt a riporterek kérdéseire. A kabátját végig a fejére húzta, majd beszállt egy autóba, ami érte ment a szegedi fegyház és börtön elé, és elvitte onnan. Elérte a 269 ezret a bejelentett alkalmi munkások száma idén júniusban. Ez a szám 5 évvel ezelőtt még csak 166 ezer volt. A legtöbb egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozó a kereskedelemben helyezkedett el, de jellemző még ez a foglalkoztatási típus az építőiparban, a vendéglátásban és a mezőgazdaságban is, derül ki a NAV adataiból. Alkalmi munkák esetén egyébként a július számít csúcshónapnak. A szezonális időszakban nagy mértékben megnő az idény munkások száma, és az sem mindegy, hogy valaki turisztikai, mezőgazdasági vagy alkalmi munkát vállal. A munkáltató közteherviselését ez nagyban befolyásolja. A turisztikai idénymunkák esetében, illetve a mezőgazdasági idénymunkák esetében 500 forint közteher per nap per fő terheli a munkáltatót. Az alkalmi munkavállalás esetében ez 1000 forintot jelent per nap per főre. Hogyha valaki ilyen munkát létesít, tehát alkalmi munkát vállal, akkor nem muszáj ezt munkaszerződésben rögzíteni írásban, elég egy szóbeli megállapodás, azonban minden esetben be kell jelenteni a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. Ezt háromféleképpen tehetik meg a munkáltatók. Mindenképpen meg kell tenni legkésőbb a munkavégzés megkezdése előtt ezt a bejelentést. Ezt a T1042E nyomtatványon tehetik meg elektronikus úton, vagy a 185-ös kékszámon, vagy pedig az EFO alkalmazáson keresztül, akár okostelefonon vagy tabletten keresztül. A NAV kiemelten ellenőrzi a szezonális árusokat, akiknek a nyári időszakban több munkásra van szükségük. A revizorok elsősorban arra figyelnek, hogy határidőben bejelentették-e a munkavállalókat, és hogy befizették-e a közterheket. Szabálytalanság esetén elsősorban figyelmeztet az adóhatóság, de a szankció akár 1 millió forintos bírság is lehet. A munkavállalók figyelmét is felhívja a NAV, hogy ügyeljenek a szabályokra és tájékozódjanak.
A munkavállalónak érdemes figyelni arra, hogy a munkaszerződés a megkötésekor egy hétig 5 napot dolgozhat, egy hónapban ez 15 naptári napot jelent, illetve egy évben 90 napig lehet alkalmazásba ugyanannál a munkáltatónál. Azonban a későbbiekben más munkáltatónál természetesen vállalhat munkát, illetve közterviselés szempontjából pedig biztosítási jogviszonnyal nem fog rendelkezni. Tehát érdemes arra figyelni, hogy baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult egyedül, azonban a biztosítási jogviszonya csak abban az esetben áll majd fent, hogyha a havi 7500 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot megfizeti saját maga után. A munkavállalóknak érdemes a munkaadókról is tájékozódni. A NAV honlapján elérik azokat a cégeket, akik az elmúlt 2 évben, mert nem jelentett alkalmazottakkal is dolgoztak. Július 1-e óta közel 1000 baba váró támogatás kérelmet rögzített a Magyar Államkincstár. A kölcsönként induló támogatást igénylők több mint 80%-a a maximális 10 millió forintot kérte eddig a bankoktól. Ugyan folyósítási, hitelbírálati és előtörlesztési díj nincs, bizonyos mértékű állami kezességvállalási díjat minden törlesztéssel együtt meg kell fizetni. Egyéb felmerülő költség nincs, amennyiben teljesítik a feltételeket, ha viszont nem, akkor annak súlyos következményei lesznek. A babaváró kölcsön azoknak a házaspároknak nyújt segítséget, akik gyermekvállalás előtt állnak. Ők maximálisan 10 millió forintot igényelhetnek, amelyet szabad felhasználású és kamatmentes kölcsön formájában biztosít Magyarország kormánya a bankokon keresztül. A felvehető kölcsön összege 1 és 10 millió forint között van, a választható futamidő pedig 64 és 240 hónap, vagyis maximum 20 év. A jogszabály szerint a törlesztő részlet nem lehet nagyobb havi 50 ezer forintnál. Ez azt jelenti, hogy még a 10 millió forint felvételesen fogja túlzottan megterhelni a házaspárt. Az igénylés némileg eltér a személyi hitelekre való pályázástól. A babaváró hitelnél nem lehet teljesen online lebonyolítani a folyamatot, valamint szükség lesz TB igazolásra is, amit az ügyfélnek magának kell elintéznie. Az egyik legfontosabb feltétel, hogy az igénylők házastársak legyenek, és a feleségnek 18 és 41 év közöttinek kell lennie. A hiteligénylés leadásától számítva 10 napon belül kell elbírálni a kérelmet. Jó hír azonban, hogy ingatlan fedezetre és az ezzel járó értékbecslésre nincs szükség. A babaváró hitel alapjául szolgáló jogszabály 2019. július 1-én lépett hatályba, és 2022. december 31-ig lehet szerződést kötni, azaz a házastársaknak több mint 3 év áll rendelkezésre. A kölcsönkérelem benyújtását követő 5 éven belül meg is kell érkezni egy újszülöttnek. A gyerek születés után a törlesztés 3 éves szüneteltetését lehet kérni. Ha a futamidő alatt második gyermek is születik, akkor a gyermekvállalási támogatással a fennálló tőketartozás 30%-a előtörlesztésre. A harmadik gyermek esetén pedig a teljes fennmaradó tőketartozás végtörlesztésre kerül. Ha a gyermek mégsem születik meg, a hitel folyósításától számított 5. év letelte után a kapott kamattámogatást, amit a pár helyett az állam finanszírozott, egy összegben 120 napon belül vissza kell fizetni. Egy 10 milliós támogatás esetén ez milliós tételt jelent. Ha valamilyen egészségügyi okból nem születik meg a gyermek, és ezt orvosi papír is igazolja, akkor felmentést adhatnak a kamattámogatás visszafizetése alól. A rendelet szerint azonban örökbefogadással is teljesülhet a gyermekvállalás. Novák Katalin államtitkár beszámolója alapján a július 1-én életbe lépett lehetőséget már mintegy 2000-en igényelték. Ma reggel kezdődött a jegyárusítás a bérlettel rendelkező színház látogatók számára a Vidor versenyprogramjára. Ezzel az előjoggal köszöni meg a Móri Zsigmond Színház az egész éves hűséget. A bérlettel nem rendelkezők csütörtök reggeltől vásárolhatnak jegyet a színház jegyirodájában, szombattól pedig akár online is. Még a késő délelőtti órákban is folyamatosan érkeztek a Móri Zsigmond Színház jegyirodájába vásárlók. Hétfőn reggel 7 órakor nyitott az iroda, hogy a bérlettel rendelkező színházlátogatók is megvásárolhassák jegyüket a Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjára. Erre szerda délutánig van lehetőségük. A VIP bérletesek is elővásárlási jogot kaptak, ők már múlt hét csütörtökön beszerezhették a jegyeket, ezt a lehetőséget pedig kihasználták a színház szerelmesei. A terveinket abszolút teljesítettük eladás szempontjából. Most a reggeli órákban néhány óra leforgása alatt már az ezret is átlépte az eladott jegyek száma, tehát én azt gondolom, hogy a
kollégáim nagyon kitettek magukért. A jegyiroda hétköznapokon délelőtt 9 órától délután 17 óráig tart nyitva. Csütörtöktől a bérlettel nem rendelkezők is vásárolhatnak jegyet a Vidor előadásaira személyesen a jegyirodában. Szombattól pedig akár online is beszerezhetőek a jegyek. A hét második felében 8. alkalommal rendezik meg Sóstón a Strandfoci Fesztivált. Csütörtök reggeltől vasárnap estig 40 férfi és 4 női csapat játszik majd a homokborítású pályán. A résztvevő együttesek 5 megye 15 településéről érkeznek a 200 ezer forint összdíjazású tornára. 12 csapattal indult, az elmúlt években pedig az ország legnagyobb strandfoci rendezvényévé nőtte ki magát a sóstói nyári torna. A szervezőknek limitálniuk kellett az indulók számát, így ezúttal is 40 férfi, illetve 4 női együttes vághat neki a 4 napos 200 ezer forint összdíjazású tornának. A résztvevők 5 megye 15 településéről érkeznek majd a csütörtök reggel 9 órakor kezdődő, és a tervek szerint vasárnap 19 óra környékén végződő rendezvényre. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy NB1-es csapat is érkezik Budapestről a Mad Dogs személyébe. Több volt válogatott játékos is itt lesz, hiszen tavaly is volt futsal válogatott is, és volt NB1-es játékosok, akik részt vesznek. Ezért egy óriási közönség vonzó ereje van ennek a tornának, hiszen ez egy olyan látványos sport, amin a mérkőzéseken a játékosok és a labda 80%-át a levegőbe töltik. Óriási ollózások vannak, hatalmas kapusbravúrok vannak, és hát jó hangulat van, hiszen a mérkőzések alatt végig szól a zene, a mérkőzés végén csobbanhatnak a játékosok egyet, vagy éppen legurítanak egy sört. Érdemes kilátogatni, hiszen az elmúlt 2 évben több mint 5000 néző látta ezeket a mérkőzéseket. A strandfoci tornának a sportérték mellett jelentős turisztikai vonzereje is van. A résztvevő csapatok játékosai családtagjaikkal több napot töltenek el Sóstón. A strandon alapvetően a vízisportok, vízilabda, úszás, amely a vízhez kapcsolódó sporták, de hát a strandlabda és a strandfoci az kifejezetten nyári élmény. Ilyenkor a csapatok szeretnek kimozdulni, tényleg egy ilyen kis lazulós, baráti társaságok összejönnek, és hozzák magukkal a családtagokat is, hiszen egy névnapos tornára érkeznek, itt Budapesttől kezdve több megyén az országban, és van olyan csapat már, akik már itt vannak egy hete, tulajdonképpen kivették a szabadságot. Ez az a hét, amely a hét elején nyilván a családdal közösen a sóstói turisztikai attrakciók, az állatkert, a strand, hétvégén pedig csütörtöktől elkezdődik a kőkemény torna, ahol apukák, anyukák szurkolnak a gyerekekkel, apukák pedig kőkeményen küzdenek a pályán. Csütörtök délelőtt a 4 női csapat mérkőzéseivel indul a strandfoci torna, majd 10 csoportban következnek a férfiak meccsei. A szervezők a dobogós csapatok mellett a legjobb kapus, a legjobb játékos és a gólkirály teljesítményét is elismerik majd a tornán. A legutóbbi szezon még a labdarúgó NB3 keleti csoportjának 8. helyén zárta a Nyírbátori FC, azóta viszont már megszűnt a csapat. A város azonban nem maradt futball nélkül. Az újonnan alakult Nyírbátori Elese a legalacsonyabb szinten a megyei harmadosztály Nyírség csoportjában vág neki a bajnokságnak. Nyírbátori Ese néven az 1922-23-as bajnokságban indított először futballcsapatot a település, és az elmúlt közel 100 évben a II. Világháborús esztendőket leszámítva mindig volt labdarúgás a városban. A legutóbbi szezonban az NB3 keleti csoportjában szerepelt a Nyírbátori FC, úgy, hogy a 16 együttes közül a legrégebben a harmadik vonalban szereplőnek vallhatta magát a Szilágyi Krisztián által irányított gárda. A 13 győzelemmel, 7 döntetlennel és 10 vereséggel 8. helyen befejezett 2018-19-es bajnokság az utolsónak bizonyult az egyesület életében. Nyírbátorban a labdarúgást azt egy önálló egyesület szervezte és működtette a városban, amely az elmúlt években nagyon sok TAO támogatást kapott a létesítmény fejlesztésére, működésre. Sajnos az elmúlt 8 évben felvett TAO támogatások egy részével nem tudtak elszámolni, és ezt az MLS és a minisztérium visszakövetelte az elszámolási problémák miatt, és az egyesületnek nyilván nincs anyagi lehetősége arra, hogy ezeket a forrásokat visszafizesse. Ez okozza, mert ez még jelenleg is tart ennek az egyesületnek a megszűnését, ezért nem tudtak már elindulni, vagy nem tudnak elindulni a következő szezontól a NB3-ban. De nyilvánvalóan a nyírbátori sportélet az több mint 100 éves, ezért az itt lévő sportszerető emberek szerették volna, hogyha a futball nem tűnik el, akár még egy évre sem, ezért alakult egy új egyesület, aki az alapoktól indulva, a várossal együttműködve a régi sportpályán újra szervezi a sportéletet. Amellett, hogy a felnőtt futball sem szűnik meg a városban, az utánpótlásra kiemelt figyelmet fordítanak Nyírbátorban.
Az alapoktól szeretnénk építkezni. Az elsődleges cél, hogy a gyerekek utánpótlás nevelése az töretlen legyen. Azoknak a szakembereket a megtartását céloztuk meg, akik eddig is a gyerekek edzésében részt vett. Így az iskoláskorú gyerekek utánpótlás nevelése, a Bozsik program az folytatódik. A területet ugyanúgy biztosítja a város, de sajnos a felnőtt csapatot azt a legaljáról, a legelejéről kell indítani, tehát ebben az évben a felnőtt csapat az a megye 3-ban indul el, és szépen vissza kell tornásznia magát arra a szintre, ami a város múltjának, sportmúltjának, rangjának megfelelő. A nyírbátori elese a megyei harmadosztály nyírség csoportjába kapott besorolást, a Nyírbogát, a Kántor Jánosi, a Kisléta, a Mária Púcs, a Nyírcsászári, a Nyírgyulaj 2, a Nyírjákó, a Nyírmihályi, az Ófehértó, a Petneháza, a Pirice, a Ramocsaháza és a Vaja 2 társaságában. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Gyűjtést indított a Magyar Vöröskereszt a június végi szabolcsi vihar károsultjai számára. A beérkezett adományokból azon rászoruló családoknak és idős embereknek szeretnének segítséget nyújtani, akiknek nem volt biztosításuk és önerőből nem tudják megoldani ingatlanjaik renoválását. A karitatív szervezet tetőfedő anyagokat vásárolna és élelmiszercsomagokat állítana össze a felajánlott összegből. Hétfőn hajnalban szabadult az olasz-liszkai lincselés elsőrendű vádlottja, H. Dezső. A szegedi törvényszék 3 bíróból álló tanácsa júniusban helyben hagyta a büntetés végrehajtási bíró határozatát, így a 17 év szabadságvesztésre ítélt férfi július 15-én elhagyta a börtönt. A 13 évvel ezelőtt történt olasz-liszkai ügy az egész országot megrázta. H. Dezső azért szabadulhatott hamarabb, mert példásan viselkedett. A börtönévek alatt 53 jutalmat kapott. Szabályosan bejelentik az alkalmi munkásokat. Júniusban mintegy 269 ezer ilyen munkavállalót tartott számon a NAV, ami jelentős emelkedés a korábbi évekhez képest. Ez a szám 5 évvel ezelőtt még csak 166 ezer volt. A legtöbb egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozó a kereskedelemben helyezkedett el, de jellemző még ez a foglalkoztatási típus az építőiparban, a vendéglátásban és a mezőgazdaságban is, derül ki a NAV adataiból. Alkalmi munkák esetén egyébként a július számít csúcshónapnak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 15-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn gomoly felhős idő várható, majd késő estétől túlnyomóan derült lesz az ég. Csapadék nem lesz, az északi szél helyenként megélénkül, majd mérséklődik a légáramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul. Kedden gomoly felhős, napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északi szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul. A következő napokban tovább erősödik a nappali felmelegedés, a hét végére, illetve a jövő hét elejére visszatérhet a hőség. Nagyrészt napos, száraz időnk lesz, de csütörtökön és pénteken átmenetileg nagyobb területen is megnő az esély záporok, zivatarok kialakulására.